a gondolatok valóban kihatnak az ember sorsára. De nem ilyen közvetlenül. Nem úgy hat a gondolatod a sorsodra, hogyha jó dolgokra gondolsz, akkor így a jó dolgok így szembe jönnek veled, ha meg rossz dolgokra gondolsz, akkor meg a rossz dolgok jönnek szembe, hanem ez úgy működik, vess el egy gondolatot, és szót aratsz. Vess el egy szót, és tettet aratsz. Vess el egy tettet, és szokást aratsz. Vess el egy szokást, és jellemet aratsz. Vess el egy jellemet, és sorsot aratsz. Hét vetés és hét aratás. Hét esztendő vezet a gondolattól a sorsig. És ezeket a lépcsőfokokat végig kell járni. Így működik, és nem másként.